Az autópálya felől Makkura érkezők most már nem egy szemétdombot látnak elsőként, hiszen az út mellett húzódó szeméttelep rekultivációja befejeződött. Cirbus Gábor alpolgármester szerint környezetvédelmi és esztétikai jelentősége van, hogy eltűnt a szeméthegy. Nem mindegy, hogy hogyan szennyezzük a város környezetét, és ez a mai nappal jelenthetem, hogy megszűnik a környezetszennyezés a város határában. Azzal, hogy a két szeméttelepet sikerült úgynevezett rekultiválás útján felújítani. A másik pedig az, hogy nem mindegy, hogy az autópályáról lejövő forgalom mit lát a városba érkezők, mit látnak. A DARE 2006-ban alakult orvosházán azzal a céllal, hogy a társulás tagjai közös erővel oldják meg a hulladék gazdálkodást. Összesen 69 délalföldi település tartozik bele, ahol 76 hulladék lerakót rekultiváltak, az utolsóként Makón. Egy olyan látványtól tudjuk mentesíteni az itt átmenő forgalmat és az itt élő embereket, ami azt gondolom, hogy nem csak környezetszennyező, hanem igen rossz képet is mutatott a gyönyörű Makó városáról. Ez megszűnt, itt a háttérben azt gondolom, hogy lehet látni és meg lehet tekinteni, hogy egy biztonságosan elhelyezett hulladéktelep lett itt eltüntetve, ami természetesen utógondozást igényel, de ha ezeket megkapja, akkor azt gondolom, hogy az itt élők biztonságban érezhetik magukat a telep környékén. A visszaállítást végző cégnek egy éve adták át a munkaterületet. A 6 focipályányi területen rengeteg földmunka volt, melynek végén egy 9 méter magas halmot hoztak létre. Volt itt bozott növényírtás, ami szükséges volt. A dolgozóink részére a létesítményeket kialakítottuk, és hát elvégeztük azokat a munkálatokat, amelyek ilyenkor szokásosak. Hulladék összegyűjtését, a szétszorodott hulladék összegyűjtését, magának a régi szeméttelepnek a feldolgozását, annak a rostálását, a különböző frakcióanyagok osztályozását elvégeztük, és hát kialakítottunk olyan záróréteget, amely biztosítja azt, hogy olyan szivárgás ne következzen be az itt lévő hulladékból, amely veszélyt jelentene. Az időjárástól függően pár hónapon belül zöld színben pompázhat a domb és környezete.